Az ékszerek és különösen a fülben hordott ékszerek viselése több évszázadra nyúlik vissza. Mindig is kultikus jelentősége volt a fül átlyukasztásának. De Évi, először is vegyük a történetiséget. Hány évszázadról beszélhetünk nagyjából? Több évszázadra tehetjük a fülbe valók viselését, illetve a különböző ékszerek viselését. A történelemben több évszázaddal ezelőtt az emberek leginkább csontokkal, mindenféle fémmel szúrt át a díszítendő testrészt. Itt nem volt még fontos a higiénia, csak az ékszer viselése. Ha már történetiségéről beszélünk a füllyukasztási technikáknak, melyek voltak a legalapvetőbbek ezek közül? A legalapvetőbb technikaként mindig a tűvel való átszúrás, és szépen lassan kialakult a füllyukasztás, illetve a test különböző részének az átlyukasztása. Ugye az egyszerű tűvel való átszúrástól napjainkig nagyon nagy lépés és több évtized története kellett ahhoz, hogy a higiéniai módszere és a füllyukasztás módszere egy olyan steril eljárást képezzen, mint napjainkban. Eleinte csak egy olyan rugós eszköz használtak, aminek tű volt a végén, ezzel átszúrták a kezelendő felületet, vagy testrészt, és aztán behelyezték az ékszert. És ez szépen lassan egy folyamat és a technika útján kialakult egy rugós változat ennek a készüléknek, majd a mai napjainkban használt zárt füllyukasztó rendszer, illetve köldök vagy orrlyukasztó rendszer, amiről beszélhetünk. Ezek már higiénikus, steril csomagban találhatók, emberi érintése nélkül lehetséges a testnek bármilyen átszúrása. Az ékszer anyaga is nagyban változott. A higiénián kívül az érzékenység is nagyon-nagyon fontos szerepet játszik, ezért nikkelmentes fémet, titániumot is használunk. Ugye ez már óriási lépés az egykori csontokhoz vagy részhez képest. A mai ékszerek abszolút nem tartalmazhatnak sem nikkelt, kobaltot, kadmiumot, semmilyen anyagot, és ugye ollómentesnek is kell lennie.